Az elfújta a szél válogatójaként kerültél a Budapesti Operett Színház látókörébe. Ezek után hitted volna, hogy te leszel az évad felfedezettje? Mert gondolom azért ehhez szerencse is kellett, de még valami más is. Hát az a helyzet, hogy ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog, mert ugye tavaly is részt vettem már ezen az eseményen, és ugye akkor még nem voltam jelölt, illetve akkor próbáltuk már az elfújta a szelet, és akkor készültünk a szegedi szabadtérire, és ugye abban az Ashley-nek a szerepét alakítottam, és már akkor elképzeltem, hogy milyen lehet, amikor az ember egy ilyen díjat megkap, és a közönség megszavaz egy ilyen felfedezett díjat. És hát úgy látszik, hogy nagyon jó a képzelőerőm, hiszen ez meg is valósult idén. Illetve hát ugye kezdődött az elfújta a széllel, hogy elmentem erre a válogatóra, és megkaptam Ashley-nek a szerepét, és utána a Rómeus Júliában debütálhattam a Kőszínházban. Arra is szintén egy válogató által kerültem be, Rómeó szerepére, és most ezt a díjat például azért a karakternek a megformálásáért kaptam. Úgyhogy egy nagyon nagy öröm is, és nagyon nagy boldogság. Egyáltalán, hogyha az embert egy ilyenre jelölik, főleg, hogyha megnyeri, úgyhogy nagyon köszönöm mindenkinek, aki rám szavazott, illetve hogy egyáltalán jelöltek erre a címre. A szakma mellett a közönség is letette rád a voksot, hiszen anélkül nem nyerhettél volna meg, ez gondolom erőt ad neked az előtted lévő időszakra. Természetesen, hiszen a jövő évadban Mozart musicalt mutatjuk be, és ebben nem más, mint Mozartot fogom alakítani, ami egy nagyon nagy kihívás, hiszen egy nagyon-nagyon összetett szerep, és egy nagyon-nagyon, nem mondom, hogy teljesen távol áll tőlem a karakter, de itt nem egy jól nevelt, szerelmes fiút kell ezt alakítanom, hanem egy hát ismerjük, milyen volt Mozart, egy teljesen bohém életet élő, egy teljesen szétszórt, zseniális ember egyébként, illetve zseniális művész, hát emberként ugye voltak kisebb-nagyobb hibái, és ez egy nagyon nagy kihívás lesz ezt a szerepet alakítanom. Ebben nagyon, nagyon fontos szerepet játszik az, hogy ezt a díjat most megkaptam, hiszen ez fog erőt adni arra, hogy ezt a 2-3 hónapos próbaidőszakot most túléljem, és annál nagyobb erővel debütáljunk utána szeptember 24-én, azt hiszem. Dolhai Attila és Mészáros Árpád Zsolt után Mozartot játszani elég nagy kihívás, hiszen a közönség hozzájuk fog mérni, de mivel ők már 40 évet betöltötték, illetve be fogják tölteni, te meg a 20-as éveid elején vagy, ezért nem ugyanazt várják el tőled, mint tőlük. Hát valóban ez egy nagyon nagy teher is lehet az emberen, hiszen az, hogy nyilván a közönség egyrészt imádta Attiláékat, illetve az Árpit, ami egy nagyon jó dolog, hiszen nekünk nagyon jó példát adtak arra, hogy ez milyen tud lenni ez a szerep. És nyilván egy nagyon nagy feladat az, hogy hozzájuk méltó módon tudjuk megformálni a karaktert, illetve hogy mégis egy új valami, egy új dolog szülessen, ami sokkal inkább Veréb Tamás, mint Dolhai Attila. És nyilván nekünk saját magunkból kell dolgoznunk, úgyhogy reméljük ez is elnyeri majd a nézőknek a szívét. Ki lehet jelenteni, hogy a te pályádban sorsdöntő év következik? Hát ez egy nagyon jó kérdés egyébként. Azt gondolom, hogy eddig szinte mindegyik év ilyen volt. Hiszen ugye nemrég töltöttem be a 20. életévem, és minden állomásnál, minden egyes lépcsőfoknál eljutok odáig, hogy ez micsoda fantasztikus lehetőség, és soha nem gondoltam volna, hogy én ennyi idősen ezt, tehát hogy itt az Operett Színházban fogok szerepeket játszani. Ráadásul olyan szerepeket, amiken gyakorlatilag felnőttem, tehát szóval ez nekem nagyon nagy dolog, és igen, és nem emlékszem, mi volt a kérdés. Az volt, hogy sorsdöntő év következik. Mindenképpen sorsdöntő év lesz ez a 2014-es legendák éve. Úgyhogy hát reméljük, hogy legenda születik a Mozart musicalben és a Fame musicalben is. Azt kívánom Veréb Tamásnak, hogy a 2014-15-ös év ne csak a legendák éve legyen, hanem a legendává válás éve. És azt gondolom, hogy te erre méltó leszel. Nagyon köszönöm.